Időről időre a megyeházán jelentik be a megyei értéktár bővüléseit. Ezt a sort szakította meg az az esemény, amelyet csütörtökön Vásárosnaményben rendeztek. Kivételesen azért tartották itt a sajtótájékoztatót, mert az újonnan felvett egyik érték ehhez a térséghez köthető. A Beregi Jánd ácsmesterének, Kakuk Imrének a munkássága a népi építészet és a megye kulturális örökségét gyarapítja. Templomok fatornyai őrzik keze munkáját, a térségben például Lónyán. A másik nemrég a listára került érték, gazdasági szempontból fontos. A szabolcsi dohány, mint fajta, és ennek azért különleges a jelentősége, mert ez a fajta az, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a dohánytermesztést lényegében hatékonnyá tette, és nagyon sokat segített ahhoz, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dohánytermelők versenyképesek tudjanak lenni majd a dohányágazatban, és nagyon sokat lendített Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének valóban azon szerepén, amellyel a megye az egyik legnagyobb dohánytermesztő lett az országban. Az értéktár új elemeit a megye kicsi nagykövete mutatta be az eseményen. Az ő feladata, hogy különféle rendezvényeken a Szabolcs-Szatmár-Bereget képviselje. Meg kell mutatni másoknak is, hogy mennyi szép hely van itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, meg ide érdemes eljönni. Neked vannak-e kedvenceid, akár helyek, akár másfajta értékek itt a megyében, amik kivondottan közel állnak hozzád? Hát vannak kedvenc helyeim, például Máté Szalkán Tony Curtis emlékszobája, az azért, mert ott születtem, a Szabolcsi Alma, a Nyíregyházi állatkert, meg itt nem én voltam Csányi kastély. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár lajstroma a két új elemmel 144-re bővült.